Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Üdvözlöm az Olvasókör vendégeként Zongor Gábort, aki nyugdíjas, köztisztviselő politikus, és élete egész folyamán festő volt. Szervusz, kedves Gábor! Szervusz, Zoltán, üdvözöllek! A hallgatók bizonyára megbocsátják, mert én kiszámoltam, hogy 52 éve ismerjük egymást. Igen, igen. Első kérdés az, szokás ugye ebbe a műsorba, hogy honnét jöttél, ha a családodról nem bulvárosan, hanem normálisan mondanál néhány szót? Hát én Vas megyeinek vallom magam, a szüleim, apám, anyám tanárok voltak, pedagógusok, és ugyan Mosonmagyaróvárot születtem, de nem laktam ott, az csak a kórházi látogatás volt. 3 hónapos koromtól Celldömölkhöz tartozó alsóságon nevelkedtem az iskola udvarban. Apám az Vas megyei család, anyám soproni, tehát egy ilyen északpannon kötődéseim vannak, és hát a középiskola elvégzését követően felvettek a ELTE jogi karra, előfelvételisként ismerkedtünk meg egymással Kalocsán. A 37-es forradalmi ezred. Így van, a forradalmi ezredben, ami nagyon hangulatos hely volt amúgy. És a családról még annyit, hogy apám is, anyám is festett, hímzett, képzőművészettel is foglalkoztak, apám tanított is rajzolni. A bátyám az egy kiváló grafikus volt, ő volt az én példaképem, tehát mindig próbáltam őt követni, hogy én is hasonlóan ügyes legyek, ezt nem sikerült elérnem azóta se, de a törekvés az még mindig megvan benne. Ezek szerint családi indítatás is van a képzőművészeti tevékenységedben, azonban a jogi egyetem elvégzése után hogyan alakult a pályafutásod? Hát az egyetemben ugye vidéki gyerekként nekem nagy élmény volt Budapest, de végül is a feleségemmel, akit harmadéves koromban nem az egyetemen, hanem Nagyigmándon, a Répaföldön sikerült megtalálnom, illetve ő volt az, aki úgy döntött, hogy alkossunk egy párt. Ez tipikus férfi pályafutás, igen. Így van, tehát ő elkapott engem a répaszedés közepette, és amikor elvégeztük az egyetemet, akkor mi Veszprémbe telepettünk le. Veszprém városa nagyon korrekt volt, tehát a akkori tanács vezetése azt mondta, hogy fiatal jogászokra szükségük van, így aztán a feleségem a városi tanácsnál, én a járási hivatalnál kezdtem el dolgozni, kaptunk tanácsi bérlakást, és itt sikerült a család alapítás, mert akkor már a feleségem terhes volt, tehát terhesen kezdte el a közigazgatási pályafutását, tehát így indultunk el Veszprémben, és azóta se bántuk meg, mert nagyon jó helyen vagyunk. A Veszprémi Városi Tanács után a megyei tanács következett. Nem, tehát én a Városi Tanácson nem voltam, tehát a feleségem volt Városi Tanácsnál. Én a járási hivatalnál kezdtem kisajátítási és bányakártalanítási ügyintézőként, aztán a szervezési osztályra kerültem, és 1980-ban lettem a megyei tanácsnak a dolgozója, tehát 10 évig a megyei tanácson dolgoztam. Mi okozta, hogy köztisztviselőből politikus lettél? Hát tulajdonképpen ugye a rendszerváltozás az gondolom, hogy mi generációnk számára is egy izgalmas történet volt. Tehát én nagyon élveztem a 85-től a helyzet változását, mert szerintem 85-től már egy egészen szabad világban éltünk. Tehát ahol szakmai viták voltak, lehetett gondolkodni azon, hogy mit kéne megváltoztatni. Az egy pártnak a hatása az
inkább kontraproduktív volt, tehát a megyei tanácsonra fordultak, hogy valamit el kell intézni, akkor nagy esély volt arra, hogy abból nem lett semmi, tehát a pártbizottsági kérések azért már mellé csúsztak. És hát jött a rendszerváltozás, úgy alakítottuk át a tanácsrendszert önkormányzati rendszerre, hogy fogalmunk nem volt arról, hogy lesz-e állásunk, lesz-e munkahelyünk, de lelkesek voltunk, és hát a megyei önkormányzat megalakulásakor léptem félre, mármint a köztisztviselői létből egyfajta politikusi létté, bár az akkori megyei önkormányzatot, tehát a 90-est, ezért egészen más volt, mint a mai. Tehát a pártpolitikának a befolyása az nagyon, nagyon gyenge volt. Mert én szerveztem a megyei önkormányzat megalakulását, hogy hirdetést adtunk föl a Veszprémi Naplóban, hogy közgyűlési elnök kerestetik. És volt is egyébként egy ajkai buszsofőr, aki jelentkezett, 13 közgyűlési elnök jelölt volt velem együtt. A pártok nem akartak jelöltet állítani, a kisgazdákat én kapacitáltam, mert olyan kisgazda párthoz illőnek tűnt a megyei közgyűlés, tehát hogy egy ilyen hatáskör és pénz nélküli tradicionális szerveződésnek tűnt, és aztán végül én nyertem meg a közgyűlési elnökválasztást, és innentől egyfajta politikai pályára is átcsúsztam, ha úgy tetszik, mert már 94-ben ott pártlistáról lehetett bemenni a megyegyűlésbe, én akkor a Szocialista Párt listájáról lettem közgyűlési tag. Az a ciklus az meg már ugye más volt, hiszen ott frakciók voltak a megyegyűlésben. Egyébként az is izgalmas volt, mert kisebbségben kormányoztam. Tehát többségben volt az akkori ellenzék, tehát a kisgazda, Fidesz, MDF, keresztény csapat, ők voltak 20-an, az MSZP, szabaddemokratákkal 19, és volt egy független képviselőtársunk a Balatoni Szövetségtől, tehát így kellett minden döntést 21 fővel meghozni, ennek következtében az összes költségvetésünk egyhangú volt. Tehát az egy nagyon szép... Egyhangú. Mindig egyhangú volt, mert hogy kompromisszumokat kellett kötni, és hát ugye az ember azért az információk birtokában tudott olyan csontokat elhelyezni a tervezetbe, amire a barátaink ráharaptak, azzal el voltak, ott engedtem, és így aztán megvolt a egyhangú döntés. A rendszerváltás után hogyan teljesültek azok a remények, amivel a rendszerváltás létrejött, tehát a közvetlen előzmények, illetőleg a első Antal kormány utáni nagy lelkesültségből mi valósult meg? Hát én azt gondolom, hogy a rendszerváltozásból nagyon kevés valósult meg. Tehát én emlékszem arra, hogy a parlamenti választások napján egy akkori újság, ami aztán sajnos megszűnt, föltette a kérdést, hogy mit remélek a változást. És akkor én nagyon naívan azt mondtam, hogy azt remélem, hogy a szakma és a politika jól elhatárolódik egymástól. A politika megadja az iránymutatást, megmondja, mik a feladványok, mire szeretne választ kapni, és a szakma kidolgozza azokat az alternatívákat, amiből a politika dönteni fog, de egyébként a szakmai törvényszerűségekbe és a mindennapokban nem szól bele. Na most ez egy teljes tévedés volt. Még azt mondom, hogy az első, tehát az Antal kormány idején még volt egyfajta tisztelet a köztisztviselők iránt, még a Horn kormány idején is, aztán egyre rosszabb lett. Tehát a köztisztviselők, amikor a politika számára fölösleges, rosszá váltak, vagy a folyamatok akadályává, és ezért megrekulázundokká váltak, ez egy szörnyű, szörnyű dolog. Tehát én úgy vélem, hogy a szakma, most a közigazgatásról beszélek, a közigazgatási szakma teljes leértékelődésben van az országban, aminek persze következményei
láthatóak is, de hosszú távú következményei egészen életveszélyesek. Ha most visszatekintesz a rendszerváltás előtti és alatti időszakokra, érdemes volt egyáltalán rendszerváltásért küzdeni? Hát én azt gondolom, hogy igen. Tehát én továbbra is úgy vélem, hogy a demokrácia, a humanizmus, a szolidaritás, a szakmaiság, ezek olyan értékek, amiknek a együttesét meg kellene teremteni. Na most ezeknek az értékeknek a gyengülését érzékelem folyamatosan, de ez nem azt jelenti, hogy nem kellett megtenni azt, ami megtörtént, illetve nem kéne megtenni, ami nem történt meg. Tehát itt most bízom benne, hogy előbb-utóbb Magyarország mégiscsak egy normális demokrácia lesz, és nem pedig a rendszerváltozás céljaként megfogalmazott egy pártnak a lebontását kéne megteremtenünk újból, hiszen most már azt lehet mondani, hogy megint egy pártra épül az ország. Térjünk rá akkor a festői pályafutásodra, vagy karrieredre. Hosszú idő után találkoztunk újra, mégpedig egy temetésen, és itt említetted, hogy egy kiállításod van Celldömölkön, és hát ez a kiállítás fölidézte bennem azt a régi emléket, hogy amikor harmadévesek voltunk az egyetemen, mi akkor házasodtunk össze a feleségemmel, és kaptunk tőled nász ajándékba egy festményt, amelyet a mai napig őrzünk a családi hagyományok között. Hallgatóink kedvéért, akik ugye nem látják a festményeket, ezeknek a tárgyait csak így gyorsan felsorolom. Városok, tájak, állatok, növények, királyok, nők, alkohol, és a kiállításnak az a címe, hogy fél évszázad álmai. A kiállítás megnyitása is szerintem eléggé impozáns volt, bár én akkor személyesen nem lehettem ott, mert a kiállításon jelen volt a festő maga, a polgármester, egy kurátor, aki ugye válogatta a képet, volt egy professzor emeritus, aki a nyitányt mondta, volt zenekarral, diafilmvetítés és a képek. Nos, ezekről a képekről az összefoglalóban az hangzott el, hogy Zongor Gábor ikonfestő. Ezt hogyan kell értenünk, mert hát az ikonok ugye régi fára festett szentképek, idéznek föl bennem, lehet, hogy persze szűk a képzőművészeti műveltsége. Mit jelent ez, hogy ikonfestő? Tehát ez félreérthető egy kicsit, hogy ikonfestő, mert teljesen egyetértek veled, hogy az ikonnál a téma az, amitől egy képre azt mondjuk, hogy ikon. Tehát alapvetően vallási tematikai kép, én ilyeneket nem festek. Az ikon úgy jön be az én művészetembe, hogy ugyanazt a technikát alkalmazom, mint az ikon festők. Tehát fára festek, a fán van egy gipsz réteghez hasonló réteg, annak érdekében, hogy a fa ne szívja be a festéket, mert hogyha a fára festesz, akkor az egy idő után eltűnik a színe, és a temperával festek, ahogy az ikon festők tették, és a végén lelakkozom. Ettől van egy fénye ennek az egésznek. Tehát technikailag lehet azt mondani, hogy úgy festek, mint az ikonfestők, tematikailag pedig teljesen más. Ez adódik abból, amit felsoroltál, hogy milyen témák vannak. Hát olyan témák vannak, amik a fejemben megszületnek. Tehát én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nekem nem az a dolgom, hogy van egy deszkám, ami elő van készítve, meg van alapozva, és akkor elkezdem törni a fejemet, hogy mit fessek rá. Ilyet nem tudok csinálni, hanem úgy festek, hogy megjön a kép a fejembe, tehát megszületik a kép a fejembe,
és utána ezt próbálom lefesteni. Nyilvánvaló nem tudom olyan jól lefesteni, mint a fejemben van, de az, hogy mikor mit festek, az azon múlik, hogy milyen kép születik a fejben. Na most ehhez utána, tehát megvan a kép, akkor meg kell szerezzem azt a deszkát, meg kell találjam azt a méretet, amit úgy gondolom, hogy ez a képhez ez a deszka jó, és utána időt kell találni arra, hogy azt megfessem. Tehát most időm bővebben van, mint az aktív életemben, és hát az volt mindig a legszörnyűbb, amikor egy jó kép, fejben meglévő jó kép, elment. Tehát nem tudtam megfesteni, nem volt rá időm, és elment, és azt már nem lehet visszahozni. Csak arra emlékszel, hogy elment. De hogy mi volt pontosan, az nem. Tehát itt én pontosan látom a képet, tehát minden a helyén van. Nem tudom, hogy miért, van ott, ahol van, de ott van. Ez a jellemző az én alkotási folyamatomra. Tehát esetleg fogalmazhatjuk úgy, hogy a te agyadban, tudásodban megszülető képet kifested a fejedből? Nagyjából kifásolod? Igen, ez nagyjából igen. Nagyjából igen. Tehát ez egy olyan folyamat, hogy látom, bennem van, és azt akarom visszaadni, hogy értse a hallgató is. Tehát van úgy, hogy megjelenik egy film a fejemben. Tehát egy ilyen videóklipszerű film mozog. Hangok vannak, illatok vannak, történés van. Aztán ebből vagy lesz kép, tehát vagy megáll és beáll egyfajta képé, megmerevedik, vagy elmegy. Tehát volt egy időszak, amikor rettentően sokat röpültem fejben. Tehát fölülről láttam a dolgokat. Volt úgy, hogy a Sibeniki katedrálist azt én körbe röpültem. És én láttam a kicsi apró polgárfejeket, akik oda vannak faragva. Aztán évekkel később jutottam Siberikbe, és láttam, hogy tényleg ott vannak. Tehát a dolog egy ilyen furcsa történés. Tehát ezért is nem tekintem én magam, hogy mondjam, olyan festőművésznek, aki tematika szerint fest, aki elhatároz, üzenetet akar megfogalmazni a világ számára. Nem, nekem egyszerűbb a dolgom. Tehát ami bennem van, és összeállt, és jónak gondolom, hogy ezt érdemes lenne megfesteni, ezt megpróbálom megfesteni, és a világ elé tárni. Még a repülés témájánál maradva, több ilyen repülés képed is van. Az egyiknek az a címe, hogy az elnök röpül. Igen, ez hát, az, amikor megyei elnök voltál? Igen, ugye hát a festőművésznek hívják itt az embereket, hogyha kiállítást készítenek. 2016-ban volt egy nyugdíjazásom után egy első kiállításom nyugdíj után, és György István tanár úr a Közszolgálati Egyetemről, a korábbi állami közigazgatási főiskoláról, ő nyitotta meg. És ő elnevezett engem közpiktornak. És közpiktor, és ezt... Van közíró, akkor van közpiktor. Legyen közpiktor, és akkor ezt előszeretettel is használom. És amit most kérdeztél, ez pont a közpiktorsággal függ össze. Tehát ahogy mondtam, hogy keletkeznek a képek, általában. De vannak azért, hogy mondjam, hát ilyen helyzethez függő, vagy akcióhoz, vagy eseményhez kapcsolódó képek is, aminél valami előjön. Na most ilyen volt az elnök röpül. 1998-ban volt választás, önkormányzati választás, ahol én tudtam, hogy az én csapatom nem fogja megnyerni a választásokat. És akkor úgy gondoltam, hogy a köszönés napjára jól lenne készíteni valami festményt, amivel elköszönök a kollégáktól, és erre készült a Megyeház kocka, avagy az elnök röpül című festmény. Egy tábla, aminek a hátlapján van egy üvegablak, a Veszprém megyei megyeháza üvegablaka,
előtte pedig egy tartó részen, a tartó rész az 40 kockából áll, mert 40 fős volt a megyegyűlés, tehát minden kocka fej ott volt a talapzaton, arra egy normális fakocka, amiben a megyeházát próbáltam megfesteni, és az egyik ablakból, az iroda ablakából pedig integetek a közönség felé, és ezt a festményt vettem elő, amikor elköszöntem a kollégáktól, és szomorúság ülte meg a termet, mert mindenki azt hitte, hogy én vagyok a legjobb elnök, egyébként ez azóta is egyértelmű. Ez így is volt. Ez így is volt, meg így is marad, de hát nagyon nem éreztem jól magam, hogy mindenki szomorú. Hát mondom, valami vidámságot kéne csinálni, és elővettem a megyeház kocka, vagy az elnök röpül című festmény, és akkor onnantól azért jobb lett a hangulat, és ez a kép egyébként Tihanyban, a Reged cukrászdában is ki volt állítva, ahol nem megnyitó volt, hanem záró ünnepség volt, finisszázs volt, és a finisszázs végén kezdtük leszedegetni a képeket a falról, és egyszer csak látom, hogy Tordján József, kisgazdapárt elnöke, fehér öltönyben, feleségével, Mariskával és az unokákkal jönnek a cukrászdába. Hát ugye pattantam az ajtóhoz, kinyitottam, illően köszöntöttem Tordján urat, és mondtam, hogy tudom, hogy most elfoglalt a gyerekekkel van, de mondom, egyetlen egy képre fölhívnám a figyelmét, és oda vittem ehhez a képhez, és mondtam neki, ennek a képnek a címe az elnök röpül. Na most ha elnök úr akkor ezen egy kicsit először meglepődött, majd azért a szokásának megfelel kellően elmosolyodott. Tehát ez egy ilyen eseményhez kötődő festmény. Tehát van ilyen is természetesen. A képeid alapján úgy látom, hogy nagyon sokat utaztál a világba, legalábbis Európába. Tehát nem egy Gauguin típusú tájképeket képzeljünk, hanem egy kicsit szürreális, de a valóságot tükröző képek. Mely országokban voltál? Hát Európában tényleg nagyon sok helyen. Egyik kedvencem az Franciaország, ott is Bretagne, tehát bretagne-i képeimből nagyon sok van. Szeretem a német városokat, osztrák városokat, szeretem a flamand vidéket, az ottani építészetet, tehát ezek Olaszország, hát azért. A toszkán képek nekem kifejezetten tetszenek. Hát igen, vannak toszkán képek is, vannak umbriai képek, vannak lecsei festményeim, tehát lentről, a Csizmok parkából. Az egyik barátunk számon kéri tőlem, hogy miért nincsen finn festményeim, Finnországban ott is voltam. Mondtam, hogy majd jönnek. Tehát ez egy olyan dolog, hogy nem lehet tudni, hogy nyáron miért festek téli képet, vagy mit tudom én, egy utazás után miért egy másik utazásból jönnek elő a képek. Ezt nem én befolyásolom, tehát ilyen értelemben véve még úgy gondolom, hogy még lehetnek finnképek is, de pillanatilag nincsenek. Magyarországi tájakot is festettél, többek között Veszprémet. Igen. Ugye, mert Veszprémben laktál, nem tudom, ma is ott lakunk. Persze, azóta is Veszprémiek vagyunk. 77 óta veszprémi polgárok vagyunk. Az állatok. Igen. Nagyon furcsa állatok vannak. Macskák, meg sárkányok, meg nem tudom, valami ördögre hasonlító állatok, ezek az álomképei, vagy pedig ennek is van valami reális alapja? Hát van, amelyiknek van amelyiknek nincs. Tehát, mit tudom én, Henri Rousseau látogatása Kopenhágában című festményem, mert hát egyrészt Henri Rousseau sose volt Kopenhágában, nem mindegy, tehát, de ezen a képen ott van, és egy léggömbön ereszkedik le, és a vízben van egy csónak, a csónakban ott vagyok a feleségemmel, meg a három állatunkkal. Tehát ott azt konkrétan tudom, hogy melyik állatot festettem oda, mert hogy ők voltak ott. Uh-huh. Tehát ezt így a vízköpőknél van olyan vízköpő, amiről tudom, hogy hol van,
mondjuk Párizsban, hol láttam, de van olyan vízköpő, amiről nem tudom, hogy hol de van. A vízköpőt egy nagy denevér közelíti. Olyan is van, és akkor ottan barátkoznak egymással. Ezek most utóbbi időben van ez a denevér meg vízköpő barátság, ez nekem újdonság, de hogy ez miért jöttek elő, fogalmam nincs, de egyre többen vannak, tehát a vízköpőknek is van például egy titkos könyve, az meg egy könyv, egy ilyen fakönyv, fából készült könyv, amit kaptam ajándékként, amikor nyugdíjba mentem, és úgy találtam, hogy én azzal nem tudok mit kezdeni, ezért aztán abból csináltam egy ilyen vízköpők titkos könyvét, ami le van zárva, le van rögzítve, és az eredeti köszönő szöveg az el van tüntetve, tehát a titkok valóban le vannak fedve benne. De tele van vízköpővel. Ezek szerint jellemezhetjük úgy a festészetedet, amely ugye te mondtad, hogy nem tartalmaz társadalmi üzeneteket, hogy az érzelmek, a képzelet és a fantázia termékei? De kifejezetten esztétikai élmény okozás céljából? Én azt nem is tudom, hogy mit akarok okozni. Tehát ön cél van benne. Tehát az a célom, hogy a fejben lévő képből legyen deszkára rögzített festmény. Aztán, hogy ezt most a nézők hogy magyarázzák meg, tetszik meg, nem tetszik, ez kevésbé fontos számomra. Én nagyon örülök annak, amikor tetszik. Nagyon örülök annak, hogy olyan dolgokat fedeznek fel a képben, amire én nem is gondoltam. Tehát itt én a révcelaki kiállítás megnyitó az úgy zajlott, hogy egy első osztályos kislánynyal beszélgetett az én képeimről a tanítónéni. Mert ugye unom azokat a megnyitókat, ahol ilyen művészettörténeti okfejtések vannak, meg kivel vagyok párhuzam, meg mit tudom, hogy micsoda. Tehát én jobb szeretem, amikor olyan beszél, aki semmiféle elkötelezettsége nincs felém. De ez a kislány, ez azt mondta, hogy kérem szépen, nézzük meg a képeket közvetlenül, és körbe ment a falak mentén, és azt mondta, hogy minden képen van óra. Óra. És én egy csomó képen nem láttam az órát. Azt hittem, hogy nincs rajta óra, és volt rajta óra, mert ő úgy látta, hogy van rajta óra. Tehát ez, meg a kiállításokat azért szeretem nagyon, hogy pláne akkor, hogyha olyan embereket tudok behozni a kiállításra, akik soha nem voltak még kiállításon. Mert azt se szeretem, hogy ez egy ilyen elit klub, tehát egy ilyen vágyfűek jönnek, és ott akkor összenéznek, meg mosolyognak, meg értelmeznek dolgok. Nem. Azért vannak az alkotások szerintem, hogy az emberek gondolkodására késztesse őket. És hogyha ennek örülnek, vagy jó néven veszik, az nekem jó. Ha meg elgondolkodnak, az még jobb. Ha meg nem tetszik nekik, azzal sincs semmi baj. Műsorunk első kérdése Zongor Gábor festőművészhez az volt, hogy honnét jön. Most ugye, hogy olyan 70 év környékén vagyunk mind a ketten, logikus a kérdés, hogy hová tartunk, hová megyünk. Ezért ez egy obligát kérdés. Milyen terveid vannak a jövőre nézve? Hát én úgy tervezem, hogy 70 éves koromig foglalkozok még közügyekkel, már olyan értelemben véve, hogy még addig megpróbálom megírni azokat a dolgokat, amit fontosnak gondolok. Ezek közül a legjelentősebbnek azt vélem, hogy akarok, vagy nem akarok, már elkezdtem írni egy olyan anyagot, ami arról szól, hogy mi is az önkormányzás, mert most már ugye több mint 10 éve olyan világban vagyunk, ami minden csak nem önkormányzatiság. Ennek következtében félek attól, hogy fölnő olyan nemzedék, aki azt hiszi, hogy ez az önkormányzatiság, ami most zajlik. Tehát én nekem van egy ilyen elhatározásom, hogy készüljön egy finom kis könyv, alapvetően fiatalok, gyerekek számára,
akik majd megteremtik Magyarországon a önkormányzati világot. Ez 70 éves koromig megpróbálom befejezni. Emellett csinálom a Komitátus önkormányzati szemlének a szerkesztőbizottsági ügyeit, tehát ezt a tudományos folyóiratot ezt csináljuk, ebben viszonylag aktív vagyok, akkor az akadémia, Veszprémi Akadémia Bizottságának közigazgatási munkabizottságát sikerült föl támasztani haló poraiból. Itt is pont az a cél, hogy az állami igazgatás, önkormányzati igazgatás, tudomány szereplői között legyenek párbeszédet, ezeket csinálom, konferenciákat, workshopokat, ezeket még csinálom, de alapvetően most már a távlatosabb ügyekre próbálok fókuszálni, fontosabb ügyekre. Ez pedig a család, az unokák, a gyerekek, és hát a világnak a jobb irányba fordításának a lehetősége, ezen való gondolkodás. Emellett pedig, hogyha jönnek képek, és remélem, hogy jönnek képek, akkor azokat természetesen szeretném megfesteni, és a közvélemény elé tárni alkalmasint kiállítás, vagy a honlap keretei között. Kedves Zongor Gábor, köszönöm, hogy vendégünk voltál a Civil Rádió olvasókörében, és további sikeres, nyugdíjas pályát kívánok. Nagyon szépen köszönöm, én meg a rádió hallgatóknak, nézőknek, barátoknak kívánok minden jót, és jobb világot. Köszönöm szépen. Kedves hallgatóim, köszönöm, hogy ezen a héten is az olvasókör vendégei voltak. Hallgassanak minket jövő hétfőn 20 órától 21 óráig. Viszont hallásra!